Köszöntöm a stúdióban a Modern Ajka verseny két oszlopos tagját, ha szabad ezt mondani, legalábbis két Amazont, aki azért harcol, hogy minél jobban sikerül ez a verseny. Először is azzal kezdeném, lehet, hogy nem túl fel részemről, hogy, de beszélgettem már mással is ezekről a dolgokról, mint ha kezdene kifáradni a város a nagy versenyzésben. Nem volt, hogy 800 éves Ajka, Ajka 60, most Ajka 65, érte Modern Ajka program, hogy ez a lendület, ez azért nem kezd a láb hagyni egy kicsit, főleg Melindát kérdezem, mert végigkövethette az eddigi dolgokat. Igen, én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönjük a lehetőséget. Nem gondolom, mert... Ez jó hír. Mert azért hozzám a városrészek programjaiból, vagy programjairól érkeznek meghívók, és nagyon szép számmal. Lehet, hogy ez a városlakóknak annyira nem jön át, de ott a helyi közösségek nagyon, nagyon aktívak. Az egy kicsit lehet, hogy úgy tűnik, hogy visszavetette a kezdeti lendületet, hogy azért itt volt a nyár. De ahogy elindult az iskola, illetve hát azért a szürethez kapcsolódó rendezvények, a terménybetakarításokhoz kapcsolódó tök fesztiválok, azért... Igen, ezek számára tényleg, mint a szaporodna is. Igen. Tehát vásár tartottak most nemrég padlón, pontosan, régi hagyomány. Pontosan, tehát azért dolgoznak a városrészek, és egyre színesebbek a programjaik. Az egy kicsit, hogyha Ajka 60-nal hasonlítjuk, bár nem szeretek hasonlítgatni, nyilván az egy sűrűbb program volt. Sokkal több feladatot kaptak a városrészek, mint ebben a modern Ajkában. Ebben leginkább a közösségépítés a főszerep, illetve az, hogy a városrészek meg tudják maguknak fogalmazni azt, hogy mit jelent számukra a modernség. És ezt hogyan tudják majd megmutatni. Alakul ez a fogalomkép, hogy mi a modernség? Tehát oké, hogy elmondják nekik, mondjuk áprilisban elmondták, hogy körülbelül mit ért alatt a versenyszervező bizottsága, de hogy jöttek olyan visszajelzések, hogy és még ezt, és még azt, és még ezt szeretnénk. Igazából ez akkor lesz látványos, amikor majd a városrészek Ajka város hivatalos honlapjára fel tudják tölteni. Ez december után várható, ugye? Nem. Ez bocsánat. Most már heteken belül már heteken szeretnénk belül. Megadni a hozzáférést. Tehát előbb megtörténik, mint hogy egy számjegyű lesz az infláció. Ezt töröljük a jegyzőkönyvbe. Az is heteken belül egy számjegyű lesz, csak de ez elég. Még megvárjuk azt. Igazából heteken belül, tehát azt mondom, hogy két héten belül olyan állapotban kerül a holnap. Hanem azt mondtad, hogy előbb megtörtént, mint hogy megjönnek az uniós támogatások, de már megint nem előbb beszélünk. Tehát rövidesen lesz dolgod itt a lesz egy külön holnap, akihez mindenki hozzáfér. Nem, Ajka város honlapján csak a sajátjához? Nem, Ajka város honlapján lesz a modern Ajkának egy felülete, és minden városrésznek ott lesz a saját kis felülete, azon belül pedig a feladatok. És a fényképek, a helyi értéktárral kapcsolatos dolgaik szépen oda kerülnek. Ide az eseménybeszámolókat is feltöltenek. Így van. És az lesz már látványos a városlakók számára, de nyilván, ahogy ezek felkerülnek, folyamatosan feltöltik a városrészek, nyilván a zsűri ezeket folyamatosan nézni fogja, és aztán majd a zsűri, amikor azt mondja, hogy na, mehet, mindenki feltöltött mindent, amit szeretett volna, akkor a városlakók számára is láthatóvá onnantól fog válni. Onnantól lesz mindenki számára. Így van. Említettük a zsűri elnökét, Albert Ruzsinát, aki most még lehet, hogy kényelmes pozícióban van, bár lehet, hogy már javában dolgozik. Mi a dolga békeidőben, vagy a nagy vihar előtt a zsűri elnökének? A pihenni. De hogyan tud hozzájárulni a... Nyilván itt a verseny mellett ilyen kedves segítés. Igen, tehát itt több dolog volt, amikor így koncepciósan ki kellett tenni, hogy akkor ezt a modernséget milyen dimenziókban lehet, meg milyen feladatok, típusokat lehet erre egyáltalán kitalálni, hogy ez az üzenet, hogy akkor ez most nem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, betonból van az asztal, vagy tehát
hogy mégis ez mi, avval több meló volt. Most ugye inkább pont ezt, tehát végigbeszéltük, hogy a feladatok azok hogyan fognak így időben haladni, és akkor itt igazából én azt gondolom, hogy nekem több dolgom januártól lesz, amikor már olyan stádiumba érnek ugye a feladat teljesítések, hogy azoknak az értékelésére rá lehet fordulni, illetve egyéb ilyen tervezett programelemeket. Apropó értékelés, önnek nyilván az a legjobb, hogyha objektíve lehet mérni a folyamatokat, és így össze lehet hasonlítani, de nem tengeneket túl, úgy kérdezem, inkább a szubjektív elemek ebben a dologban, tehát amikor igenis ízlés dolga lesz, hogy kit részesítünk erőnyben mondjuk a pontozásnál. Hát ugye hála Isten, én vagyok a zsűrinek az elnöke, de azért a zsűri az egy jó, tehát több tagú testület. Ugye én nem ajkai vagyok, tehát így ez a kívülről azért úgy könnyű beszélni. De nyilván én azért azt gondolom, hogy tehát azt gondolom, hogy azok nem lesz egy se nem rövid, se nem könnyű folyamat, amíg egy ilyen konszenzusos döntés fog születni, hogy akkor... Vér fog kifolyni az ajtó alatt? Hát azért azt remélem nem, tehát én... Nekem még ilyen vérkifolyáson eddig sosem volt közöm, szóval remélem, hogy most sem fog előfordulni, de nyilván nagyon sok szempont van. És ugye azt hiszem, azt a megnyitón is volt róla szó, hogy itt azért az egyes városrész, településrészek is ugye nagyon különböző erőforrásokkal rendelkeznek minden tekintetben, akár humán, mindenféle más erőforrásaikat tekintve is, tehát itt kicsit ez a mint a tanár az osztályozással, hogy most akkor egy tananyagszintet osztályozol, vagy azt nézed, hogy az ő képességeihez képest ugye mit tudod. És én azért azért hajlanék ez utóbbi felé, de nyilván ugye ez egy nagyon közösségi dolognak, döntési folyamatnak képzelném el, amiben ugye nyilván sok szempont föl fog merülni, mind a kettő. Aztán, hogy tudunk ebből kibontakozni, az majd egy másik jó kérdés lesz. Igen, de... azt majd igen. A hídon azt mondják, akkor kell átmenni, ha odaértünk. Igen, én is kicsit úgy örülök, hogy ez majd várat magára. De tehát az biztos, hogy egy szempontrendszerünk azért lesz, hogy mik azok a dolgok, amikre... figyelemmel kell lenni. Most ön szociológus családból származik, igen. Ha nem igen. Veszi túlzásnak ezt a dolgot. Ismeri-e szociológiai szempontból a városrészeket úgy nagyjából, tehát hogy kik laknak ott, milyen irányultságú emberek, milyen foglalkozást űznek, mennyi a nyugdíjas, tehát ilyen adatokat ismer? Hát nagyon őszintén, aminek én utána tudtam nézni, tehát a legtöbb segítséget az előző verseny kapcsán, ugye ott volt egy hallgatók segítségével, de ugye az előző zsűriának is egy szakmabeli volt, ugyan ő kimondottan városokkal, tehát városszociológiával foglalkozik, de azokat az anyagokat elolvastam, tehát abban azért volt, ugyanaz is inkább egy ilyen kvalitatív felmérés volt, de szerintem a legközelebb valószínűleg ez itt hozzá, illetve én Talján Dörögdön eltöltöttem 10 évet, és akkor is ugye rurális abszolút, és ugye ott tehát Dörögnek, meg Tapolcának is az ajka itt a vonzás, már csak a kórház miatt is, tehát kellett mindenkit hordani, például a gyerekeinket, akiket felbecsapott, nem tudom. Lókaránnak a gerendája, meg ilyesmi, és tehát ugye az eleve, meg ugye én is most mindig, ahogy jövök, különböző bejáratokon jövök be, pont, hogy lássam azért az embernek, hogy áthaladva is azért van egy benyomás, hogy így van, és akkor, tehát ugye, igen, tehát azért ez, tehát meg azért nyilván nekem is van egy terep tapasztalatom már így az ország különböző részeiből, de igen, ez abszolút érdekes így nézni. Amúgy azt nem tudtam korábban, hogy ennyi része van ajkának, tehát ugye mert nyilván bizonyos városrészeken szoktam én áthaladni, és most ugye próbáltam így kicsit körbeautókázni. Ugye most 9-et emlegetünk? Igen. Látszik-e már valami a mozgolódásból, meg az eredményekből, hogy valaki esetleg előnyre tett szert, vagy lemarad, és kicsit biztatásra szorulna. Most nem kell neveket emlegetni, nyilván, mert rosszul venni ki magát. Nem fogok. De csak úgy általában. Mert általában jó a helyzet, ezt hallhattuk az előbb, de mégis közelebbről nem jó. Ez egy szóvic. Látszik, igen. Látszik, hogy igen. Vannak, akik kicsit igen. Egyrészt a városrészi programokon is látszik, illetve a kampusz előadások, amiket
a Modern Ajka versenyjegyében szervezünk a Pannon Egyetemmel közösen tematikus előadások, szemléletformáló előadások. Igen, ott is látszik a jelenléti évekből, hogy honnét jönnek. Ha nem vagyok indiszkrét, a távolabbi helyekről kevesebben jönnek be ilyenkor? Nem. Nem ez a jellemző? Nem ez a jellemző. Pont. Akkor ennyi belvárosiak. Csak le kéne menni a kampuszra, és jó, most megint nem volt komoly. Nem azt mondom, hogy tehát úgy maximáltuk, hogy 15 fő vegyen részt, akkor lehet pontot kapni a részvételért egy kampusz előadáson. Azért a 15 főt hozzák a városrészek. De ez azért működik. Igen, és egyik előadás jobb volt, mint a másik, és a visszhangok is. És reméljük, hogy ugye egyik feladat az, hogy ezekből az előadásokból valamit a városrészben visszaforgatni, vagy alkalmazni, vagy egy-két jó gyakorlatot bevezetni a városrészek mindennapjaiba. Ez megint egy versenyfeladat. És ezeknek a kampusz előadásoknak tényleg nagyon jó a visszhangja. Hogyan tájékozódhatnak, hogyan szerezhetnek ötleteket, amíg nem teljesen nyilvános az egész, a különböző városrészek felelősei, vagy nem tudom mi a helyes kifejezés, tehát hogy olyan programokat alakítsanak ki, ami máshol már bevált például, és akkor jó lenne, ha ők is ezt legalábbis megtudnák és megszervezhetnék. Itt most visszanyúlnék, az Ajka közös... van. Egy összejövettel, amikor cserélnek gondolatokat, vagy ötleteket? Vagy azt nem tudom, arról nincs információm, hogy ők maguk ezt hogy oldják meg, de az Ajka 60-hoz nyúlnék vissza, akkor bevezettük, vagy kértük őket, hogy egymás rendezvényeire hívják meg a többi városrészt, és látogassák egymás rendezvényeit. És ez működik most is. Épp ahogy jöttünk Fruzsinával, akkor jött az egyik városrész koordinátora, és szerette volna elkérni az elérhetőségi listát a többi városrészhez, mert meghívót szeretne küldeni a saját rendezvényükre a többieknek. Fruzsina, megbeszéltük, hogy tegeződünk, mert én vagyok a legidősebb a társaságban. Neked mi a tapasztalatod? Vannak olyan városrészek mondjuk, akik megkörnyékeznek téged, hogy információhoz jussanak, vagy hát, előnyt szerezzenek, vagy nem. Hoznak egy hízott libát, hogy mégis. Erre még nem volt példa, nem. De ez szerintem nem is vagy baj. Tudod-e, mint pártatlan zsűri elnök, vagy kötelességet segíteni, vagy tanácsot adni? Hát most nyilván, ha valaki hozzám fordul a tanácsért, akkor természetesen adnék, de erre még nem került sor. De pont azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen milyen szép dolog ez a versenysorozat, szóval, hogy azért... Tudsz hasonlóról a praxisodban? Nem tudok. Mondjuk én azért nem is igazán telep... Ugye én a... Tehát én az emberi kapcsolatokat vizsgálom szociológia szempontban, ami persze egyébként nagyon is idevág, tehát hogy nem ilyen település szociológusként, hanem sokkal inkább ennek az emberi szövedékének az oldaláról, de tulajdonképpen azért ez egy mennyire fontos dolog, és általában azért a város vagy település vezetés, és hát nem erről vannak elhíresülve, hogy ezt így próbálják a saját eszközeikkel elősegíteni, hogy itt ember... Már hagyománya van. Hát igen, mondhatjuk. Tehát hogy tulajdonképpen ez büszke lehet rá a város, meg mondjuk a vezetés is, aki, mert tényleg ez egy nagyon fontos dolog, szóval belegondolunk abba, hogy ebben ugye a falvak is nagyon küzdenek most már, pedig ugye azt gondolnánk, hogy ott azért nagyon sokan ugye helyben maradtak, tehát bár azért persze nagyon sokan főleg a fiatalabbak ugye elköltöznek, de van azért egy visszaáramlás is, de hogy ott még mindig akkor jobban megmaradtak ezek a közösségek, gondolnánk, de ugye én is azért laktam igaz gyütmentként 10 évet egy faluban, hogy azért ez már azért ott is nehezen megy, és tényleg, még ha próbálják is, mert tudom, hogy van egy csomó állam, tehát országos szintű program, ami ezeket a helyi dolgokat próbálja finanszírozni, de azért nem annyira nagyon megy, és akkor megmaradt tényleg ilyen, hát kicsit ilyen hagyományőrzés szintjén, ami végül is nem baj, de hogy ezt tényleg mennyire tudják újra élővé tenni azokat a közösségeket, azért ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, és itt ugye azért Ajka is egy ilyen érdekes képződmény, de hát ugye sok város van így, hogy különböző
ugye falvak, meg stb. Hozzájuk csatlakoztak, tehát itt ugye azoknak a kisebb egységeknek a belső kohéziójáról is szó van, meg aztán ebből hogy lesz egy egész, egy ilyen ajkai identitás, vagy egy tényleg egy ilyen kölcsönös, többfele irányuló kapcsolatrendszer, szóval ez nagyon-nagyon fontos lenne. Tehát az, hogy Magyarországon ugye mindig ezen sítunk, és tényleg az ember ránéz az új adatokra, az látszik, hogy mondjuk egy nagy, akár nem csak európai, hanem világviszonylatban felmérés, hogy mondjuk egy nap alatt körülbelül hány emberrel kerülsz kontaktusba, a legrosszabb helyen vagyunk. Tehát hogy úgy tűnik, hogy azért Magyarországon az embereknek eléggé szűk a kapcsolati hálója. És ugye ráadásul nagyon családi kapcsolatok által dominált, ami ugye nem lenne baj, csak ugye emellé kellenének a barátok, és kellenének a mindenféle egyéb kapcsolatok, ami nyilván a szomszédság például egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, és ugye az, hogy mennyire vagyunk jól, az persze függ attól, hogy mennyire van pénzünk, és azon mit tudunk megvenni, de azért a jólétnek, a jó érzésnek nagyon-nagyon fontos forrásai a jó minőségű emberi kapcsolatok, és nagyon úgy néz ki, hogy nagyon fontosak a közeli, nagyon szoros kapcsolatok, de teljesen mást tudnak ezek a gyenge kötések. Tehát az, hogy te ismered a boltost, jársz kereszt a városba is. És főleg, amikor már egyedül élsz, ugye? És egyedül a társadalom egyre növekvő szegmense él. És pont a Covid alatt nézegettük, tehát ugye a, mondjuk például a nyugdíjas korosztálynak a napi emberi kontaktusainak, főleg akik ugye nem már meghalt, vagy bármi lett ugye a partnerével, tehát nincs párja, azok gyakorlatilag az utcán, meg a szolgáltatók, meg a, tehát ott zajlanak az emberi kontaktusra, és ez nincs, és ugye nagyon nem mindegy, hogy te mondjuk Budapesten egy elvillamosozol valahova, és senkit nem ismersz mindeközben, nem tudom, vagy tényleg eljössz a piacra, és közben találkozol ezzel, meg azzal, meg amazzal, meg a fodrásznál is jól megbeszéled a nem tudom hány ismerősnek a mindenféle dolgát, tehát az, hogy amikor elképzeljük a társadalmat, mint egy szövetséget, vagy egy hálózatot, vagy arról beszélünk, hogy integrált, az erről szól, hogy hol vannak azok a szorosabb, meg nem annyira szoros nexusok, amik ezt az egészet összefogják. És itt ilyen szempontból borzasztóan fontos az is, hogy messze lássunk kapcsolati szempontból is, tehát hogy egy jó helyzetű, az lássa akár csak így távolból is, hogy egy rossz helyzetű, az miben van. Tehát akkor rögtön azért valószínűleg kicsit toleránsabbak lennénk, segítőkészebbek, szolidárisabbak, ugye megint kicsit lehasználta az előző rendszer ezt a szót, pedig nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog lenne, és ez mindenkinek nyereség. Szóval, ugye, mert azt gondolná az ember, hogy a szegények nyernek ezzel igazán sokat, mert ők ugye több erőforrásos hozzájutnak, de kiderül ugye ezekben mindenféle szociovizsgálatokból, hogy... Nem függ a... Hát nem csak az, hogy nem függ, de hogy ha nincs egy kohézív társadalom, az a gazdagoknak is rossz. Tehát nagyobb lesz a bűnözés, tehát egy csomó olyan társadalmi anomáliából több lesz. A fagy viszonya. Így van, ami az ő egyébként jó színvonal életüket is ugye károsítja. Tehát, hogy ez tényleg a win-win helyzet. Elég messze jutottunk a kérdésemtől, de nagyon nagy érdeklődésre hallgattam, és úgy veszem ki, ezekből a szavakból, meg a folyamatoknak a helyi viszonyokra való adaptálásából, hogy itt azért jó irányba mennek a dolgok. Most nem akarok kizegni a városvezetésnek, de teljesen kívülálló vizsgálat egy magyarországi bank, most a nevét nem is tudom hirtelen, de valószínűleg is fontos megjegyezni, de nagyon fontos vizsgálatot végzett Magyarországon a járások élhetősége szempontjából, és a 176 asszem magyarországi járásból Ajka 35. helyre került, Veszprém megyében csak a veszprémi járás előzte meg. Tehát ezek objektív mutatókon alapuló megállapítások, és úgy veszem észre, hogy itt a városvezetés és nem azt vonja le belőle, legalábbis hallottam polgármester reakciót erre a dologra, hogy most akkor hátradőlünk, és minden rendben van, hanem akkor sőt, pár éven belül jó lenne, a 30-ok lennénk, vagy még jobbak. Éppen mondta egy tegnapi megbeszélésen. Úgyhogy ez ilyen versenyek viszont nagyban hozzájárulhatnak egyéb folyamatok beindításához. Tehát én tényleg azt gondolom erről, mondom, teljesen véletlenül csöppentem én tulajdonképpen ebbe bele, de ez egy nagyon szép ambíció, tehát tényleg így tudományosan is kvázi indokolt, és nagyon azt gondolom így kapcsolathálózati szakemberként, hogy ez egy tényleg jó és előremutató dolog. Tehát egy szép. És ugye ez, hogy már ez jó pár éve is megy, és azért úgy tűnik, hogy tényleg szövődtek itt olyan hálózatok
Ugye, mert a hálózat az lehet ugye köztünk, emberek között, ott, de lehet településrészek között, lehet intézmények között, tehát nagyon-nagyon sok fajta. Külön tudomány. Így van, így van. Tehát, hogy nagyon különböző aktorok között lehet ezeket a hálózatokat, nagyon is érdemes, ugye? Tehát akár a szociális szférának és a különböző alágensei, meg nem is ugyanazokat a szavakat használják. Tehát ott is ugye egy csomó EU-s projektbe például kijött, hogy a teljesen szándékolatlan, de legnagyobb hozadéka egy csomó projektnek az volt, mert ugye a pénz elment, aztán ott maradt ugye a nagy nyíl, hogy legalább elkezdtek emberek iskolából szociális beszélni, és ezek a nexusok viszont megmaradtak, tehát igazából már a pénz, és ez végül is nem ez volt a direkt cél, viszont ez volt az, ami leghosszabban mégis ott pozitívan eredményként megmaradt. Igen, én úgy veszem észre, hogy Ajka nem szűkölködik közösségi rendezvényekben egyébként, tehát itt akár az Agórán, akár a különböző városrészekben rengeteg olyan új esemény is felüti a fejét, ami régi hagyományra utal, de mégis talán ennek a versenynek köszönheti az újbóli megjelenését. Mi lesz a legközelebbi, hogy is mondjam, nyilvános esemény ennek a versenynek? Úgy is, mint újságíró kérdezem, hogy mire figyeljünk oda, mondjuk akár a városrészek szempontjából, akár az egész szempontjából. Mi az, aminél megfogható az egész, és tovább rendíthető, ha tetszik? Hát, hogyha én most érzek, Sándor, a felkérésed mögött egy kis úgymond érdeklődést, akkor nagyon szívesen élnénk a lehetőséggel, és én ezt szeretném, hogyha kommunikálhatnánk a városrészek felé, hogy a programjaikról, ha küldenének tehát a helyi médiába, vagy médiákhoz, Ajkai Szó TV-nek meghívókat, akkor ők ezzel biztos, hogy örömmel élnének. A nagy feladatrendszerből, vagy versenyfeladatok közül a legközelebbi az át fog csúszni januárra, hiszen december 31-ig van egy rajzpályázatunk, mert hiszen itt beszéltünk a kapcsolatokról, de ennek a versenynek, meg ahogy az Ajka 60-nak is burkolt célja, hogy a generációk is kapcsolódjanak. Igen, tehát több korosztály, igen, a fiatalok, közép a fiatal és az idősebb korosztály is, igen, és egymással közösen tevékenykedjenek. Így próbáltuk a feladatokat is összerakni, úgyhogy az első nyilvános az a rajzpályázat, illetve a helyi értéktárak, városrészi értéktárak, ahogy azt már korábban említettük egy beszélgetésben, hogy ezekkel városnak célja van. Tehát turisztikai célokat is szolgálnak ezek az értéktárak és az oda feltöltött értékek nyilvánossátétele. Úgyhogy ezek lesznek, de valószínű, hogy ez januárban fog kicsúcsosodni. Igen, tehát mondhatjuk, hogy még felszálló ágban vagyunk. Igen. És remélem sokáig abban is leszünk, és csak a vége felé érjük el a platót, ha már ilyen grafikonban fogalmazzuk meg a teendőket. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk a stúdióba, és most dolgotokra engedek benneteket, biztos számos feladat áll előttetek, akár a Modern Ajka, akár más programokkal kapcsolatban is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!